Köszöntöm nézőinket! Ismét képviselői fogadóórát tartunk itt a stúdióban. Sorozatunkban hétről hétre keddenként a Pécsi Közgyűlés tagjai a vendégeink. Azok a képviselők, akiket 1998-ban mi Pécs polgárai választottunk meg, és akik a mi érdekeinket képviselik a Pécsi Közgyűlésben, és mindannyiunk életét befolyásoló döntéseket hoznak, így rajtuk is múlik, hogyan alakul, fejlődik, változik városunk élete. Mindezekkel kapcsolatban bizonyára önöknek is vannak kérdéseik, mi számítunk ezekre. A képviselői fogadóra élő fórum műsorában megkérdezhetik, hogy mit tettek a képviselők, és számon kérhetik azt is, hogy mi az, amit nem tettek meg, de megtehettek volna. Hívjanak hát bennünket, 510-008, 510-009, ez az a két telefonszám, ahol kollégáim várják hívásaikat. Ezúttal a 17-es, illetve a 18-as számú választókerületek képviselőivel, Papp Gáborral és Kukai Andrással várjuk együtt az önök kérdéseit. Sok szeretettel köszöntöm önöket. Legutóbb 2000 májusában találkoztunk, egy esztendő telt el azóta. Az elmúlt egy évben történt-e változás bizottsági tagságban, pártállásban, frakciótagságban, bármiben, ami képviselői munkájukkal kapcsolatos? Üdvözlöm én is a kedves tévénézőket is. Részemről nem történt a változás, továbbra is a Fidesz Magyar Polgári Pártnak vagyok tagja, és a Fidesz frakciónak a helyettes vezetője, és továbbra is ugyanabban a két szakmailag egymáshoz közel álló, illetve rokon területnek nevezhető bizottságban dolgozom, az egyik a Közlekedési és Kommunális Bizottság, a másik pedig a Város és Környezetfejlesztési Bizottság. Talán a választókerületemnek is ezen a területen adódik a legtöbb tennivaló, illetve a legtöbb problémája, és ez az a terület, ahol a leginkább érvényesíteni tudjuk azokat a problémákat, illetve lehetőségeket. Elnök úr? Változatlanul a Közlekedés Kommunális Bizottság elnöke vagyok, és a gazdasági tulajdonosi vállalkozási bizottságnak a tagja. Frakcióban sem történt változás? Nem történt változás, változatlanul az MSZP frakcióban, városvezető koalícióban ülünk. Mai fő témánk tehát a 17-es és a 18-as számú választókerületek élete. Gondolatébresztőül most bemutatjuk azt az összeállítást, amit 2000 májusában készítettünk, természetesen az akkori gondokkal, problémákkal a területekről. Aztán majd arról beszélgetünk, hogy mi minden változott azóta. Elsőként Papp Gábor körzete, a 17-es választókerület következik. A 17-es a város egyik legnagyobb kiterjedésű választókerülete. Ide tartoznak a Dánydolok, a Hegyhátak és Dűlők, a Donátusi rész, Istenkút, a Magyarürögi út és környéke, Régi Patacs, Mecsek-Szentkút és Uránváros egyetlen utcája, a Pollák Mihály. A Mecsek csodálatos részeit foglalja magában a kerület. A mediterrán klíma, a jó talaj, a terepviszonyok már a múlt század elején ideális szőlőhegyé formálták Donátust, és a három völgyre települt Kis, Közép és Nagy Dánydolt. A város terjeszkedésével párhuzamosan, s a jó levegőnek, gyönyörű panorámának köszönhetően egyre többen költöztek, s költöznek ide. Az egykori présházak helyén sorra modern családi házak épülnek. Ezt a rohamos változást sajnos nem követte az infrastruktúra fejlődése. A választókörzet legnagyobb részén nincs víz és csatorna hálózat. Az ANTS ihatatlannak minősítette a furtkutak vizét, és elrendelte a tartályos vagy palackos ivóvízszolgáltatást, ez azonban nem lehet végleges megoldás. Bár a város közműhálózatának fejlesztési programjából anyagi nehézségek miatt tavaly kikerült a Mecsek oldala része, a fejlesztés továbbra is napirenden van. Megoldást azaz ISPA pályázat jelenthet, melyet a magyar kormány nyújt be az Európai Unióhoz, s melynek része lehet a Pécsi Vízbázis védelmi projekt is. Addig azonban marad a tartály, s az utcán hömpölygő szennyvíz. Mindenki szeretné, ha javulna az úthálózat, ha játszóterek épülnének, és sajnálják, hogy megszűnt az iskola. Az Istenkúti Általános Iskolát 99-ben zárták be. Az épület most üresen áll, sorsa, hasznosítása még kérdéses. A művelődési központ azonban működik, sőt, nemrég megalakult az Istenkúti Közösségért Egyesület is. A választókörzethez tartozó Magyarürögi rész központja, Ürökfalu, valaha önálló település volt. Mára Pécs fejlődő város része lett, ahol egyre több modern családi ház épül. És nemrég megvalósult a biciklisek álma is, megépült a kerékpárút egy szakasza. Így láttuk hát a választókerületet egy évvel ezelőtt. Mik a legfőbb változások? Sajnos a legfontosabb változásokról, jó hírekről nem tudok beszámolni, ugyanis a területnek továbbra is a legégető problémája az ivóvíz és a csatorna ellátottság hiánya.
és mai napig is az az ISPA projekt, amiről az összeállítás is szólt, még mindig függőben van. Sajnos tényezők változtak az Európai Unióban, az elbírálás körül ezért a pályázat átdolgozásra kényszerült, nem túl régen, illetve épp a legutóbbi közgyűlésen újból egy szakmai stáb átdolgozásra javasolta. Tehát ezben még mindig nincs döntés, úgymond, illetve hát nincs ott még az objektív lehetősége ennek a megvalósításnak. A kormányzati erőktől komoly támogatást kap a város ehhez a projekthez, és az elszántság is megvan, úgyhogy bízunk benne továbbra is, hogy ez megoldást hozhat. Ez a legfontosabb, ami megoldásra vár. Egy évvel ezelőtt a tartályos vízellátás körül is sokszor akadozott a szolgáltatás. Ezzel vannak-e még most is gondok? Probléma, tehát hogyha a tartályos vízes ellátásra kényszerül egy városrész, azzal soha nem lehet jó. Tehát ott mindig problémák vannak. Itt is kisebb eredményekről lehet beszámolni. Néhány tartályt sikerült az elmúlt évben pluszban kihelyezni az előzőekhez képest, de természetesen ezzel szinte lehetetlen lefedni a teljes területet. Továbbra is jönnek igények időnként, akkor a várossal, illetve a vízművel közösen, illetve most már a Pécsi Városi és Vagyonkezelő RT-vel közösen megvizsgálják a kérdést, megnézzük, hogy lehet-e valahonnan pénzügyi fedezetet keríteni, hiszen itt is, mint minden egyes esetben a legnagyobb probléma a pénzügyi fedezet, illetve hát természetesen itt a fizikai elhelyezés sem teljesen könnyű. Tehát kisebb előrelépésről, jó hírről lehet beszámolni, természetesen átütő sikerről itt sem. Ami még továbbra is fontos kérdés, úgy gondolom az iskola körüli probléma, kör, nevezhetjük egy problémakörnek, hiszen ez sok apróbb részből áll. Egyrészt maga az Istenkuti épületnek a sorsa körül továbbra is vannak kisebb feszültséggócok, ha nevezhetjük így. Ugye itt az egyetem került most birtokon belül, de továbbra is ott van a művelődési központ, és itt működik az Istenkuti Közösségért Egyesület, és itt elhelyezési és programbeli ütközések miatt vannak kisebb feszültségpontok. Ezeket sikerült megoldani, úgymond legalábbis egy átmeneti, reméljük hosszabb időre, és most nyugalom és munka folyik a területen is, ez talán jó hír. Ami ennél úgy gondolom, hogy sokkal aggasztóbb, az a jogutód intézmény, a most már csak rácvárosi iskolának a kérdése, ugyanis a gyerekek ugye ide kerültek át elhelyezésre, és azt kell, hogy mondjam, hogy időnként embertelennek minősíthető az a körülmény, amelyen tantermekbe, ott kényszer megoldásként gyerekek tanulnak. Én megdöbbentem, komolyan mondom, egyszerűen el kell menni és meg kell nézni. Problémás volt itt is az iskola vezetőségében egy váltás történt. Most új igazgatónő tevékenykedik, rendkívül agilis és célokat kitűző, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó irányba terelő személyiség és munkát végez. A személyes konzultációnk erről engem megnyitott. Itt a városnak, a közgyűlésnek és a szakbizottságnak nagyon komoly feladata van, hiszen amikor az iskola, az Istenkuti iskola bezárásra került, akkor itt elhangzott az ígéret, ami nyilván alapkövetelmény, hogy akkor lehet bezárni, hogyha a befogadó körülmények megfelelőek lesznek. Ezeket sajnos a pénzügyi fedezet hiány még nem sikerült megteremteni. Az igazgatónőnek megvannak a konkrét elképzelései, most már pénzügyi fedezet, tehát lehet számítani, olyan stádiumban van ez a dolog. És a közeljövőben úgy gondolom, hogy ezt a közülésnek meg kell tárgyalnia, és talán akkor egy hosszú távra kiszámítható körülmények közé kerülnek a gyerekek is, és az iskolának a sorsa is. Úgy gondolom, hogy ez egy kulcskérdés lehet. Ez az iskola persze jóval messzebb van, mint ami helyben volt, úgyhogy a gyerekek utaztatása sem lehet egyszerű. A szülők ezt hogy tudják megoldani? Így van, jelentős probléma. Hát a gyerekeknek egy része, tehát nem az összes gyerek jött ide át, úgymond ebbe az iskolában, hiszen a szülők nagyon sokszor a munkahelyükhöz közeli iskolába, vagy a másik gyermek, ugye itt nagyon sok a több gyermekes család, tehát ha egy másik gyermek már egy másik iskolába járt, akkor megpróbálták ezt észszerűsíteni, úgymond, és akkor egy úttal ezt letudni. A jelentős részük tömegközlekedést használ. Az Istenkuti iskolából a Rászvárosiba költöző gyerekek, idézőjelben mondom, a költöző gyerekeknek a részére sikerült egy iskola buszjáratot kiharcolni, legalább a reggeli csúcsforgalmi időpontban, ez valamelyest könnyíti a mozgásukat. Nyilván azért itt is problémás, főleg a hazafelé jövetel, akkor ugye már nincs olyan koncentrált utazási időpont, nem lehet külön iskolabuszt beállítani, és jelentős terhet jelent a szülőknek, egyrészt anyagilag is nyilván, akik
eddig nem kellett utaztatni, azt most bérlettel kell megoldaniuk, illetve hát ezek a lurkok meglehetősen súlyos táskákkal rohangálnak itt hosszú kilométereket, mondjuk a busz megállótól is több száz métert még az iskoláig, tehát nem irigylésre mértő a helyzetük, azt gondolom. Ha már a közlekedésnél tartunk, az utak sincsenek irigylésre méltó állapotban, már tavaly jobb minőségű utakra vágytak az ott lakók. Történt ebben előrelépés? Átütő sikerről itt sem lehet beszélni. Ez a másik legnagyobb probléma, azt kell, hogy mondjam. Sajnos ez is a legköltségesebb orvosolhatóság közé tartozik, és sem a bizottság, tehát a várostól, sem a bizottsági nem kapott erre megfelelő keretet, és a volt közüzemi RT, amely ugyan átszervezésre került, abból a célból, hogy nagyobb forrásokat lehet majd ide bevonni. Valamennyivel úgy néz ki, hogy nagyobb is ez a keret. Én úgy gondolom, hogy itt nagyságrendekkel több pénzre lett volna szükség. Úgyhogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben sem látom biztosítottnak azt a problémát, amit a peremkerületek, és nem csak a 17-es választókerület, hanem így általában a peremkerületek elszenvedtek. Erre volt egy módosító javaslata a Fidesz frakciónak, nem titkoltan többek között az én javaslatomra, hiszen ezen a területen élek és dolgozok, és a problémákat ismerve. A költségvetés módosításakor a Fidesz frakciónak a javaslata volt, hogy egy külön programot indítsunk a dűlőutak korszerűsítésére, illetve átjavítására. Úgy gondoljuk, hogy erre egy több éves programot kell elindítani, minimum 5 éves programot tervszerűen, és akkor elindulva a város egyik végéből át lehet érni a város másik végébe, és akkor minden ott élő polgár pontosan tudja, hogy legalább arra számíthat, hogy 1, 2, 3 vagy néhány éven belül, de biztosan eljutnak az ő utcájába is, és megfelelő útburkolatot fog kapni a dűlő. Erre sajnos a Városvezető Koalíció nem volt fogadókész, az ő terveikben másképp állt össze a költségvetés. Ezért ez nem került be, én úgy gondolom, hogy ez nagy hiánya ennek a költségvetésnek. Egy kisebb előrelépésről azért be lehet számolni, ha nem is konkrétan a fizikai állapotokról beszélhetünk, mert ez az egyik probléma. A másik probléma a dűlőknek a rohamos benépesülése és a forgalmi túlterheltsége úgymond a régi dűlőutakhoz képest. Elkészült a donátus rendezési terve a városrésznek. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon későn, ezt évtizedekkel korábban kellett volna, de legalábbis egy 5-10 éves intervallummal mindenképpen korábban kellett volna megtenni, hiszen ma már egy félig beépült, régi, kisebb-nagyobb kapukat megtalálva sajnos nagyon sokszor méltatlan épületek és viszonyok alakultak ki a területen. Ilyenkor már sokkal nehezebb a helyzetet konszolidálni és megoldást találni. Ugye itt a lakóterületi változásnak alapvető követelménye, hogy ezeknek az utaknak a paramétereinek is kéne követnie. Ezt a rendezési terv most megadja a jogi alapot erre, illetve hát a jogi hátteret. És innentől kezdve adott az a lehetőség, hogy az utakat meg lehessen valósítani, szélesíteni különböző méretek mellett a szükséges minimumig, azt kell, hogy mondjam, hiszen így biztosítható például a Biocomnak a személyszállítási szolgáltatása, ami egy nagy kérdés és kérés is a területen egyrészt, csak ahhoz fizikai paramétereket kell tudni. Tehát ez egy fontos momentuma volt az elmúlt évnek. Eddig főleg a Mecsek oldalról beszélgettünk, de a választókörzetnek van egy Uránvárosi utcája, és a Magyar Üröggi út egy része is ide tartozik. Ott milyen jellegű gondokkal kell szembenézni? A probléma más. Ugye én még tavaly is elmondtam ezt a hasonlatot, hogy nagyon széttagolt maga a választókerület is, hiszen a város északi, vagy a peremkerületnek az északi részén, ugye a hegy oldalban még az egészséges ivóvízért folyik a küzdelem, lent pedig a kerékpárútnak a megvalósítása és járdának az építése például egy kiemelt igény. Az uránvárosi rész ebből a szempontból egy nyugodtabbnak nevezhető körzet, egyetlen egy utca az, ami a választókerületemhez csatolódott az elmúlt évben, ez a Pollák Mihály utca. Itt igazából komoly problémákkal eddig nem szembesültem, legalábbis nem jutott el hozzám hír, de a városházán sem, úgyhogy gondolom, hogy itt óriási problémák talán nincsenek város üzemeltetési szempontból, illetve hát képviselői szempontból. A Magyar Üröggi út ennél már egy
fajsúlyosabb kérdés. Itt főleg a nyári időszaknak az igen jelentős gépkocsi forgalma az, ami problémát, illetve feladatokat ró a város, és így ekképpen a képviselők elé is. Ugye az orfői forgalom, turista forgalom miatt ez jelentős. Itt sikerült az elmúlt évben egy újabb szakaszt a kerékpárút és járda programból megvalósítani, ami úgy gondolom, hogy előrelépés. A további szakaszoknak a tervei is elkészültek, és pályázat alá kerülnek a közeljövőben, hiszen ez is minden csak úgy valósulhat meg, hogyha ezt központi támogatást kapunk. Úgy gondolom, hogy itt ez talán az egyik legfontosabb probléma, hogy ez a kerékpárút és járda folytatódjon, hiszen rengeteg kisgyermekes fiatal család települt be, illetve él itt ezen a területen, és azt kell, hogy mondjam, hogy több mint baleset veszélyes az, hogy a babakocsikkal ott az autó között szalomoznak a kismamák. És pihentetőül egy villámkérdés, mert az imént érkezett, és egy imént említett témánkat is érinti. A gólyadülés, a harkálydűlő útjavítását kellene mindenképpen megoldani. Kéri kedves telefonálónk, hogy feltétlenül nézze meg ezt a területet. A 214-393-ről jött egyébként a kérés. Jó, köszönöm. A gólyadülőt többször jártam be én magam is, hiszen a Donátusban rengeteg ilyen dűlő van, ami ilyen problémákkal küzdik, ez is. Ezeket a kéréseket, illetve panaszokat minden esetben továbbítom a PVVRT felé, ugye az új közterület gazdák felé, aki ennek a felelőse. Itt egy tervezett program szerint, ahogy tájékoztattak erről, egy tervezett ütemezés szerint folynak a kátyúzások és útjavítások. Engem igazából ez csak részben nyugtat meg, hiszen nyilván időben ez nem megoldás, vagy ritkán érnek el, és ami engem sokkal jobban bosszant és aggodalomra ad okot az, hogy ahol elvégzik a munkát az alvállalkozók, ennek a munkának a minősége nagyon sokszor finoman fogalmazva is nem állja meg a szakmai színvonalat. És mivel itt jelentős csapadék van, meredek dűlőkről van szó, tehát nagy sebességgel folyik a víz, gyakorlatilag az első esőzés után ezek a kátyúk ugyanott tartanak, ahol korábban voltak. Ez ügyben erre felhívtuk az új menedzsmentnek a figyelmét is, és ők kitűzött szempontként a minőség megkövetelését és ellenőrzését magukra nézve kötelező nevének tartják, és erre nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani. Én nagyon bízom benne, hogy ez eredményt hoz, hiszen ahol elvégződik a munka, ott legalább egy tartós eredményt kéne elérni. További kérdések zöme Kukai Andráshoz érkezett, mindjárt ezekkel folytatjuk, de előbb nézzük meg azt az összeállítást, amit a 18-as választókerületről készítettünk pontosan egy évvel ezelőtt. A 18-as számú választókerülethez tartozik a Bajcsi-Zsilinszki és Jókai út közötti terület, középen a Móricz-Zsigmond térrel. Délfelé a vasút alatti rész a Megyeri útig, ami főleg ipari övezet, s a körzet fontos része régi kertváros, a Keszői-Siklósi út által határolt családi házas övezet. Ilyenkor tavasszal különösen gyönyörű a virágzó kertek látványa kertváros eme ősi város részében, mely valamikor a 20-as évek második felében kezdett kialakulni. A kertek és a családi háza környezete rendezett, a közterületekre viszont már nem olyan könnyű vigyázni. A központnak számító templom téren sem látszik már az alig két héttel ezelőtti közös takarítási akció nyoma. A hétköznap, főleg napközben hihetetlenül békés, csendes utcácskákra vasárnap alig lehet ráismerni. A szomszédos vásártér körzetében olyankor óriási a forgalom. A szabálytalanul parkoló autókra nem sok hatással van a több helyre kihelyezett figyelmeztető tábla. Pedig akkor is lakópihenővezetben járnak. Óriási a gyalogos forgalom a Bogár utcában is, járda pedig csak részben van. Az elmúlt években óriási fejlődés ment végbe a környéken. A vásártér és környezete megújult, a közelben bevásárlóközpont épült, s a Móra-Ferenc-Megyeri úti csomópont kialakításával, a háromsávos szélesítéssel elfogadható a közlekedés is, melynek további javítása is folyamatban van. A választókörzet keleti határa az óriási forgalmú és sajnos magas légszennyezettségű Siklósi út, melynek környezetében is folyamatos a fejlesztés. A tavaly megvalósult kereskedelmi beruházással párhuzamosan a környék is egyre rendezettebb képet mutat. A temető melletti terület rendezési tervét pedig nemrég fogadta el a közgyűlés, így hamarosan itt is változás várható. A 18-as választókörzet északi része a Bajcsi-Zsilinszki utca és a Jókai utca közötti terület. A mindig zsúfolt vásárcsarnok szomszédságában szokatlanul nyugodt az élet a Móricz-Zsigmond körtéren.
Az itt élők nagyon fontosnak tartják környezetük rendjét. A Jókai Lakásszövetkezet külön szemét foglalkoztat a zöld felületek karbantartására. A Jókai téri általános iskola diákjai rendszeresen részt vesznek a takarítási akciókban, s mindenki vigyáz a nemrég felépült pöttyös játszótérre. Így láttuk egy évvel ezelőtt, ön hogy látja most? Hát hasonlóan nem sok változás történt a választókörzetben. Apróbb kis feladatokat láttunk el részben a választókörzet részére biztosított képviselői keretből, részben pedig szülői összefogással az iskolákba és az óvodákba, úgyhogy nem sok történt. Az utak állapota, a járdák hiánya ebben a választókörzetben is szembetűnő volt, amikor tavaly ott jártunk, ezügyben történt előrelépés? Hát az utak állapota körülbelül olyan 50%-os értékben elfogadható, 50%-os értékben kifogásolható, és sajnálatos módon járda kevés van. Ezt néha úgy szoktam kivédeni fogadóórákon, hogy de legalább út van, és azon lehet gyalog is közlekedni, tehát valamilyen elfogadható állapotot tudtunk teremteni már a korábbi években, de mindenképpen elég sok pénzt igényelne a teljes karbantartás az utaknak és a járdahálózat kiépítése. Több olyan pontja van a kerületnek, ahol óriási a forgalom, akár az autós forgalom, mint például a Siklósi úton, akár a gyalogos forgalom, mint a Vásártér környékén. Ezzel összefüggően több-több probléma is előjön. Ezek megoldásában sikerült-e valamit tenni? Részmegoldásként tekintem azt, hogy a Nokiához, most már Elkotekhez érkező kamion forgalmat sikerült az Északmegyerdülőre terelni, az Északmegyerdülő felújítása tavalyi év során elkészült. Most olyan terveket kell előkészíteni, amely a tovább folytatását és a Megyeri útra való kikötését fogja biztosítani. Ez bizonyos értelemben a Móra Ferenc utca tehergépjármű kamion forgalmától mentesíti magát a lakosságot, de ennek a feladatnak a végrehajtását az idén terv szinten, jövőre pedig szeretnénk megvalósulás szintjén megoldani. A másik a Siklósi úti óriási forgalom, ahol a környezetszennyezés sem mindennapi sajnos. Hát a Siklósi út forgalmának légszennyezési mutatói csökkentését úgy lehetne elérni, hogy folyamatossá kéne tenni a forgalmat, mert nyilvánvaló is köztudott, hogy ha egy autó megáll, minden lámpánál vagy minden csomópontnál is újraindul, az újraindításnak rendkívül nagy légszennyezése van. Tehát itt valamilyen formában folyamatossá kéne tenni a forgalmat. Az elmúlt év során történt is ebben már komoly erőrelépés, amikor a forgalmi lámpák összehangolását biztosították, sőt olyan érzékelőt építettek be, amely a forgalmat egy hosszabb időre is biztosítani tudja, de természetesen egy meghatározott ideig csupán, mert azért az alsóbrendű útvonalakról is a ráhajtást biztosítani kell. Tehát itt ezt kéne elérni. Mindenképpen nem lehet csökkenteni ezt a nagy forgalmat, azért sem, mert pillanatnyilag ez az egyik, és a Megyeri út a másik köldökzsinórja az új lakótelepi városrésznek az óváros fele, és addig, amíg egy harmadik vagy negyedik köldökzsinór ki nem épül, az észak-déli irányú közlekedést illetően addig azt hiszem ezt a forgalmat nem tudja másképp lebonyolítani, csak ilyen zsúfoltsággal. Ahogy a város szinte minden részén, úgy az itt lakókat is nagyon bántja, hogy a közterületek nem mindig úgy néznek ki, ahogy ezt ők szeretnék. A takarítási akciók úgy tudom, hogy most már rendszeressé váltak, most tavasszal húsvét táján is volt egy ilyen összefogás. Most meglátszik el, mert a tavalyi, ami után voltunk néhány héttel, akkor nem nagyon volt látszatja. Mostaninak van-e? Érzékeny pontja részben a bizottsági munkának, részben pedig saját személyemnek is ez, hogy közterületeink ilyenek. Én azt hiszem, valahol ott kéne kezdenünk a dolgot, hogy nem kéne szemetelnünk, és ezt elmondtam már elég sok fórumon és elég sok alkalommal. Nagyon nagy szomorúsággal töltött el például az, hogy húsvétra gyönyörűen kitakarított, újfent, ugye gyönyörűen kitakarított templom teret. 2-3 nap múlva, hogy végsétáltam ott, esti sétámat tettem volt, és meggyőződtem arról, hogy szörnyű állapotban volt.
De nem csak ez háborított föl leginkább, hanem két héttel később pedig szabályos, illegális szemétlerakó teleppé változott. A templomtérnek két olyan guggoló tujája meg fenyőfa környéke, ami elképesztő a számomra, és nem értem az emberek gondolkodásmódját. És én azt hiszem, ott kéne nekünk valahol kezdeni, hogy elérni azt, hogy az emberek ne szemeteljenek így, mert végül is az Isten pénze nem elég arra, hogy a közterületeinket tisztán tartsuk. A tavaszi illegális szemétlerakók helyszíni bejárásait a tudomásunkra jutott helyszínekre megtettük a ANTS-szel, a PVVRT-vel, a Biokommal és a város, és hát ennek a felszámolása most közeljövőben folyamatban lesz, de hát szörnyű kép fogadott bennünket. A tavalyi összeállításban megmutattuk a temető melletti területet, az északi fal melletti részt, ahol már akkor beépítést terveztek, és mindenféle tervek voltak. Nem látok előrelépést, nem történt semmi? De igen, történt, csak a háttérmunka és az előkészítő munka elég sok időt vesz igénybe. Az előkészítő munka az nem csak a külső területrész, tehát a temetőn kívüli sávról szól, hanem a temetőn belüli területről is, mert a temető kialakítása úgy történt, hogy a temető fal mellett közvetlen sírok vannak, tehát gyakorlatilag, ha egy északi kaput szeretnénk nyitni, akkor ott egy néhány sírbolt exhumálásra kell kerüljön és áthelyezésre, és nyilván itt elég nagy munkát kellett végezni, feltáró munkát a temetőn igazgatóságának. Azt a jelzést kaptam, hogy ezzel nagyjából elkészültek oly formában, hogy a sírhelyeket is megtalálták. Nem minden sírhelyet fogadtak el a még meglévő utódok, de úgy tudom, hogy az utolsó egyeztetések most történnek. Hát én merem remélni, hogy a megvalósulás, ha az idén nem, de jövő évben azért megtörténik ott is. Most jöjjenek a konkrét kérdések. Pernekker Imréni, a Nagy Lajos király 42/B-ből érdeklődik. A horvát óvoda mögött néhány épületben hagyományos fűtés van, a kémények nagyon szennyezik a levegőt, és károsak az egészségre is. Panaszukat már többször jelezték az önkormányzatnál, és úgy érzi, hogy eredménytelenül mindenképpen intézkedést kérnek. Egyébként egy hasonló kérdés érkezett Gerli Jánosnétől is, a 311-587-ről. Ő pontosan így fogalmazott, szó szerint írta le kolléganőm, meddig kell még fuldokolnunk az önkormányzati kémények áldásos tevékenységétől? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy meddig. Az ügyet annyira ismerem, hogy helyszíni szemlét tartottam Csatlós Ferenc közterületfelügyelet vezetőjével, és egy alkalommal a közterületfelügyelet két képviselője kinn is járt, amikor bejelentés érkezett közvetlenül hozzám, megbeszéltük a riadóláncot, és ők azonnal a helyszínen voltak. Nem tapasztalták ugyanazt, mint amit a bejelentő jelzett. Az tény, hogy az én helyszíni szemlém során ott füstölőkéményt nem láttam, viszont a kémény állapotából meg tudtam állapítani, hogy melyik lehet a bűnös. Azt kértem még Csatlóségtól, hogy ott egy olyan kivizsgálást tegyenek, hogy meggyőződjenek arról, hogy ott az ott lakó, vagy azt bérlő, mert állítólag önkormányzati lakás, azt bérlő milyen fűtőanyaggal fűt, mert hát nem minden fűtőanyag egyformán szennyezi a levegőt. Tehát akkor az ügy az most sinem van? Hát nincs sinem, mert hogyha itt a továbbiakban is fűtenek, de mindenképpen kivizsgálás folyamatában van az ügy, hogy sinen, azt nem tudom, a sin akkor lenne jó kifejezés, ha megoldódna teljesen a probléma. Mersz Rudolf a Lőtér utcából, a Kolozsvár vendéglőben, mely éjjelig nyitva tart, gyakran és sokáig randalíroznak, szeretne hathatós intézkedést ennek megszüntetésére. Ez már a tavaly előtti év vége felé előkerült probléma, és tavaly nyáron előkerült probléma, és sajnálatos módon nem lehetett olyan hathatós intézkedést tenni önkormányzati szinten. Úgy tudom, bíróságra került az ügy, és a bíróság próbál majd valamilyen formában vagy egyességre jutni, vagy egyességre kötelezni az ott lakókat, nem tudom.
Én nekem nagyon kellemetlen a dolog, mert Lőtér utcában van ez a Kolozsvár étterem, én naponta arra járok, igaz, hogy az éjszakai órákban nem, igaz, hogy éjfél vagy két óra környékén nem, de az önkormányzat fele a jelzés az étterem részéről úgy szólt, hogy ők 10 órakor az ajtókat becsukják, az ablakokat becsukják, és csak a belső helyiségekben van a kiszolgálás, és belső helyiségekben van a felszolgálás. Igaz, hogy a lakók azt mondták, hogy nem is az zavarja őket, hanem leginkább az, amikor éjfélkor elmennek, és ott csapkodják az ajtókat, és a üvöltözve köszönnek el egymástól. Sajnos ebben egy önkormányzati képviselő nem tud hatékonyan intézkedni. Ott a rendőrség tud, és a hatósági iroda tud közbelépni. A rendőrség is kint volt egy néhány alkalommal, regisztrálta a problémát. A hatósági iroda visszaírta, hogy az ellenőrzéseik során mit tapasztalt, és ebben nem tud beavatkozni, ezért került aztán bíróságra az ügy. Én próbáltam úgymond békés egymás mellett élést kérni ott az ott lakóktól, de hát nem az ott lakók egymással szembeni magatartásával van probléma, hanem mindig az érkező vagy távozó vendégekkel. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a Közlekedési Kommunális Bizottság elnöke és egy tagja is itt van most velünk, és jött néhány kérdés, mely e témakörhöz kapcsolódik. A gyermekkórháznál lévő sebességkorlátozó táblát vissza kellene állítani egyik telefonálunk szerint. A 214.393-ról jött az észrevétel. Igen, igen. Bocsásson meg, hogy mindjárt válaszolni is fogok rá. A bejelentő nekem is bejelentette, és a PVVRT-vel megnézzük ezt a kérdést. Valószínű, valakik elvitték onnan a táblát, mert a kórházhoz kapcsolódó sebességkorlátozó tábla volt ez, hiszen ott elég éles kanyar van, és a kórházból kilépő mentők, azok esetleg veszélybe kerülhetnek, és ezért volt kitéve a sebességkorlátozó tábla. Én azt hiszem, hogy a napokban rendeződni fog ez. Sötlei János a 438-836-ról kérdezi, hogy miért nem lehet helyi járatúbuszt indítani a Malomvölgyi tóhoz, illetve Kökénybe. Pap Gábor esetleg mit vélekedik erről a kérdésről? A helyi tömegközlekedésben nagyon jártasnak minősülök, ugyanis itt több csatát is vívtam. Egyrészt jegyzőasszonnyal, ugye, mint aki a helyi tömegközlekedésnek a felelőse, úgymond az jegyzői hatáskörbe tartozik, illetve hát a Pécsi Tömegközlekedési ERT-vel, hiszen nyilván más az érdekeltsége egy gazdasági társágnak, és más egy helyben lakónak és az önkormányzati képviselőnek, kisebb jobb eredményekkel. Az említett kérdés, az egyikre biztosan tudunk válaszolni, a Kökény, ugye, mert hiszen ez egy önálló település, nem Pécs közigazgatási területén tartozik, tehát ezért nem lehet ide helyi tömegközlekedést, pécsi helyi tömegközlekedést biztosítani. Viszont ott van Kökény puszta, ami viszont Pécshez tartozik, és mégsem lehet oda menni helyi járatúbusszal. Így van, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a városnak biztos tudnék mondani még 5-öt, de hogyha térképre nézünk és áttekintjük, akkor legalább 30 ilyen számtalan kisebb helye van. Ez gazdasági szempont és a társaságnak a félig meddig kompetenciája. Én szerintem azt mondja, hogy ezeken a területeken nem lehet gazdaságosan tömegközlekedést üzemeltetni. Ő erre mindig azt mondja, hogy ő ezt biztosítja, hogyha a kiesését kompenzálja az önkormányzat. Tehát ez a válasz erre, hogy itt elsőbb a gazdasági okon. Én még hozzátenném azt, Gábor, hogy bizonyos értelemben egy komoly infrastruktúra kiépítést is jelent az, hogy a buszfordulónak biztonságos közlekedést, a buszvégállomásnak az utasok számára biztonságos közlekedést biztosítsunk. Tehát annak kiépítése is elég költséges. Én úgy gondolom, hogy ez is beleszól abba, hogy esetleg még nem lehet. Évek során majd talán. A Malomvölgyi tóhoz viszont biztos sokan járnának ki helyi járatú buszon, hiszen nagyon sokan járnak oda kirándulni. Esetleg az nem lenne gazdaságos? Nem tudom, meg kellene vizsgáljuk ezt az ügyet. Én azt hiszem, hogy legalább egy vizsgálat erejéig kezelni fogjuk. A Diósi úti lakók nevében is telefonált egy nézőnk. Úgy tudom, hogy ez nem önhöz tartozik, pedig önhöz érkezett a kérdés. Lakók nyugalma annyit ér, mint a szállodában lakóké, kezdi így az észrevételét, ugyanis önálluk hajnali 2:30-tól nem lehet aludni a járművek miatt.
Szerintük, hogyha az északi kapunál közlekednének a nehéz járművek, akkor nyugalom lenne, és talán nem repedeznének meg a környező épületek sem. Mit tehet a közlekedési bizottság? Nem tudom most a Diósi úton milyen egységhez, gazdálkodó egységhez kapcsolódó ez a kérdés, mert nem tudom, hogy milyen északi kapu, és nem tudom, hogy kik vannak ott, milyen járművek közlekednek. Most a Diósi úton végigszaladok gondolatba, ott egy autóügynökség, autószerelő üzlet van, van a postának az épülete, amely éppen délre néző bejárattal bír a Diósi útra közvetlenül, és nem tudom, hogy mi az, ami északra nyíló kapuval rendelkezik, és ilyen nagy gépek, fal repegető gépek működnek ott, vagy közlekednek ott. Sajnos a telefonáló nem adta meg a pontos nevét és telefonszámát, esetleg, hogyha ezt pótolja, akkor ígérhetjük, akkor, hogy akkor meg tudjuk nézni. Igen, köszönöm szépen. Igen. Simara Lászlóni a 327-898-ról. A Mohácsi út Gyár utca kereszteződésénél a páros oldalon több mint egy éve 2 méteres az élősövény. Balesetveszélyes, és megoldást kérnek a lakók. Azonnal meg fogjuk nézni. Ha balesetveszélyes, akkor arra azonnal rá kell mozdulni a PVVRT-nek, mert ő az útgondozója. Illetve itt még a Mohácsi úton kettős a dolog, mert még az önkormányzat nem vette birtokba régen a 2 számjegyű Mohácsi úti főközlekedési útvonalat a Baranya megyei közútkezelő KHT-tól, ez most van folyamatban. De azért mindenképpen meg fogjuk nézni, a balesetveszélyt el kell hárítani. Egyébként, hogyha ilyesmit tapasztalnak a lakók Pécs bármely területén, akkor mi az eljárás legoptimálisabb menete, hova forduljanak, kit keressenek meg? Nagyon közeljövő az, amikor ügyeleti számot fogunk biztosítani a városlakók számára. A PVVRT-nél már ezügyben történt intézkedés, és be fogjuk kapcsolni egy olyan városi diszpécser hálózatba a rendszert, hogy kit, hol lehet megkeresni, és a diszpécser olyan felkészültségű lesz, hogy ő azonnal tudja továbbítani, avagy tudja, hogy mi az, ami halasztást bíró kérdés, és elraktározza másnapra, de mindenképpen egy 24 órán belül minden probléma eljut oda, ahova kell. Viszont, hogyha balesetveszély vagy életveszély kérdése van, akkor azonnal intézkedési joggal történik ott a diszpécseri intézkedés. Tehát ez közeljövőben a közvélemény fele kikerül majd. Pap Gáborhoz kevesebb kérdés érkezett, talán ennek az az oka, hogy nem mindenhol látják a Pécs TV-t, ugye, a választókerületben? Így van, sajnos ezt tavaly is megemlítettem, ez idén sem változott. Itt, ha jól értesültem, akkor műszaki technikai problémák és műsorsugárzási problémák miatt a választókerületnek egy jelentős részében, a Fábián Béla utcától északra a Dány dologban, hogy nincs kábel televízió, és a domborzati viszonyok is kedvezőtlenek ahhoz, hogy helyi antennával fogható legyen a műsor, ezért ezen a részen nem nézhető a Pécs TV műsora. Viszont érkezett azért egy kérdés, méghozzá többek nevében, a telefonáló azonban nem mondta meg nevét, elérhetőségét. Azt szeretnék, hogyha tartanak fogadóórát személyesen, ugyanis igény van rá, hivatkozik ő többekre, arra kérik, hogy tartson ilyet, mert szeretnének önnel személyesen is találkozni. Ezt örömmel hallom hozzá, még ebben a formában nem jutott el, illetve az én működési mechanizmusom, vagy 365 napból állt egy fogadóra rendszer, hiszen az én meglátásom az volt, hogy akárhányszor fogadórát tartottunk erre, nem igazán jöttek el a választópolgárok, nem tudni, hogy miért. A kialakult mechanizmus úgy működött, hogy mivel a telefonszámunk nyilvános, ezért minden egyes problémát személyesen a helyszínen próbálok megoldani, illetve legalábbis a problémát fölvenni, és utána személyes kapcsolattartás van, de hogyha így érkezett ez az igény a tévén keresztül, akkor természetesen akkor visszatérhetünk ismételten a plenáris képviselői fogadóórához, hogyha ez megoldás jelent. De elérhető vagyok bármikor bárkinek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez sokkal hatékonyabb volt eddig. Képviselő úr, hogy intézi ezeket a személyes ügyeket, hogyan találkozik a választópolgárokkal? Hasonlóan, mint Gábor, de azért évente 2 fogadóórát szoktam tartani, egyet tavasszal, egyet ősszel, de általában véve egész nap nyitva az ajtó, nyitva a telefon, és 365 napon keresztül, úgyhogy én is úgy vagyok, hogy személyesen szeretek meggyőződni a problémákról, és azonnal elmegyek ki, most is mielőtt jöttem ide a televízióba,
éppen a Mecsekkapu környékét néztem meg, mert ma délután Kerényi alpolgármester úr fogadóráján csapódott le egy olyan probléma, amelyhez éppen az én közreműködésemet kérték, ott voltam, és mindjárt meg is néztem. Ezek a telefonszámok egyébként, amit pap képviselő úr is említett, a Pécs TV teletextjén is megtalálhatók, úgyhogy forduljanak bátran személyesen a képviselő urakhoz. Nem beszéltünk még a képviselői alapról, arról a bizonyos 1 millió forintról, ami minden egyéni képviselőnek rendelkezésére áll. Önök mire fordították a tavalyi évi keretet, és milyen terveik vannak az ideivel? Én két részre bontanám. Egyik a hozzám beérkezett igények és kérelmek. Ezeknek egy része teljesíthető ebből a képviselőkeretből, hiszen mértéke meglehetősen korlátozott, tehát komoly például útjavítási beruházásokat és kártyázási programokat ebből nem lehet megvalósítani, hiszen nagyságrendje ez nem biztosít erre fedezetet. A kisebb problémák ebből orvosolhatóak, rendszeresen kerülnek kihelyezésre, szintén bejelentések alapján közvilágítási lámpatestek, hiszen egy peremterületről van szó, ráadásul ugye volt szőlőterület egy része, tehát meglehetősen hiányos a közvilágítási hálózat, ahonnan érkezik igény, és sikerül biztosítani, akkor ezt pótoljuk, illetve beépítjük. Minden évben sikerül néhányat szerencsére megvalósítani. Keresnek a körzetemben működő társadalmi és civil szervezetek is, és kérnek folyamatosan támogatást is. Az Istenkuti Közösségért Egyesület talán az egyik, ami legkiemeltebb, illetve a másik a Patacsi Művelődési Egyesület, amelyek a választókerületemben működnek, és programjaikhoz, pályázataikhoz, önerő biztosításához egy jó lehetőség ez a képviselői keret, hiszen így megsokszorozható az a pénz, amit ők nagyon jó szakmai színvonalon egyébként programokra visszaforgatnak a választókerületbe, úgyhogy ez egy hasznos tevékenység, jól eredményező tevékenység. A másik része pedig egy saját programnak is nevezhető, amit szintén, de ez is igényként merült föl, de én ezt fölvállaltam, és ezt fontosnak tartom, ezek a játszóterek megvalósítása. Egy peremkerületről van szó, még egyszer hangsúlyozom, ahol nem nagyon volt jellemző az elmúlt időszakban az, hogy játszóterek létesüljenek, hiszen ugye ez mindig a tömblakásos, nagysűrűségű területeken volt a régi filozófia szerint ugye a telepítési hely kijelölésében. Azonban az igény, az idő ezen túllépett, és az igény megjelentkezett. Nagyon sok fiatal, kisgyermekes család van a választókerületben, akik szívesen töltenének el együtt időt, illetve hát a gyermekeket itt foglalkoznának. Egy már megvalósult konkrétan fönn a választókerületben, a Kővirág utca és a Lankás gyűlő területén egy közterülettel az önkormányzat hozzájárult, és egy nagyon kedvező feltételekkel sikerül saját erőből egy korszerű játszóteret létesíteni. Egy másik félig elkészült a Patacsi Művelődési Központ területén, amelyet minden évben fejlesztünk, és véletlenül így egy-két éven belül ez is egy teljes értékű játszótérként fog működni, és van még kettő tervezési szinten, illetve igényként, amit még most vizsgálunk. A 18-as körzetben mire futott ebből a pénzből? Hát nem sokra, felapróztuk rendesen. Részben hasonló filozófiával, mint Gábor mondta, a játszóterek felújítását. Itt most a felújítást kellett csinálni, ugye részben a belvárosban, azaz Nagylőrs Király úton már korábban elkészült játszótér volt olyan állapotban, hogy annak felújítására volt szükség. Azt követően pedig a Móri Zsigmond téri óvodában a pergola olyan állapotban volt, hogy mikor ott voltam látogatni, felhívták a figyelmet rá, szinte életveszélyes volt a játszó gyermekek számára. Azonnali beavatkozást csináltunk tavaly nyáron, és amíg óvodai szünet volt, akkor újítottuk fel, az eléggé tetemes összeget elvitt. Két iskola és három óvoda van a körzetemben, és mindegyiknek van alapítványa, mindegyik alapítványt támogat a tavalyi év során ebből a pénzből, és az óvodai alapítványok meg az iskolai alapítványok rendkívül hasznos céllal használták fel a pénzt, szülői összefogással olyan szobákat, sportszobákat hoztak létre az óvodába is, és aztán játszótéri készség, ügyességfejlesztő játékokat, egyebeket. Épp a minap kaptam egy fényképet és egy köszönőlevelet a Közraktár utcai óvodából, hogy mire használták fel a pénzt, és köszönjük szépen, úgyhogy nagyon jó esett. Az idei tervek már körvonalazottak?
Igen, körvonalazódtak részben, de hát ehhez mindig valami azért hozzájön. Hasonló módon már a pénz egy részét el is költöttük, mert a gyermekorvosi rendelő az földszinten van, Kertváros utca 1-ben, és ott már több alkalommal betörés volt, és oda egy riasztóberendezést szereltettünk föl most a tavasz során. Szeretnénk hasonló módon játszótér felújítást folytatni, szeretnénk egy-két helyen járdaépítéssel hozzájárulni ahhoz a közösségi munkához és ahhoz a hiánypótláshoz, ugye, amiről már itt az elején is beszélgettünk. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és egy rendkívüli képviselői fogadóórát tarthattunk itt közösen a Pécs TV-ben. És köszönjük önöknek is a kérdéseket, kedves nézőink, legközelebb egy hét múlva lesz képviselői fogadóóra. A 19-es és a 20-as számú választókerületek képviselőit, Meixner Andrást és Kodra Károlyt várjuk ide május 15-én, kedden este 7:30. Ha kérdések már most megfogalmazódnak önökben, akkor hívjanak bennünket 510-008 vagy 510-009, de van egy ingyenesen hívható zöld számunk is, ez a 0680 200 834-es. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!